És amikor ezeket írtam, akkor egy látás volt előttem, az oltári szentség, ahogy felmutatom, és a kehelyemben Krisztus vére van. Aztán a mai helyzet, a rengeteg hír, Európa összeomlása, és távolról még állandóan hallottam a nagyszombati lamentációt Jeremiás síralmaiból. És ez a három összetartozik, még nem tudom, hogy hogyan. Kezdődik Jeremiás prófétának imádsága. Emlékezzél meg, Uram, mi történt rajtunk. Nézzed és lássad meg alázottságunkat, ami örök részünk másokra szállott, ami házaink idegenekre. Árvákká lettünk atya nélkül, anyáink, mint az özvegyek. Saját vízünket pénzért isszuk, saját fánkat nagy áron vesszük. Nyakunknál fogva vonattatunk, s a megfáradottnak nem adatott nyugalom. Egyiptomnak nyújtottuk kezünket, s az asszíroknak, hogy jól lakjunk kenyérre. A mi atyáink vétkeztek, és nincsenek többé, és mi viseljük az ő gonoszságukat. Szolgák uralkodnak rajtunk, s nincs senki, ki megszabadítana azoknak kezéből. Életünk veszedelmével hozunk magunknak kenyeret, a fegyver miatt a pusztában. A bőrünk, mint a kemence ízzik, az éjségnek égetése miatt. Az asszonyokat Sionban megalázták, és a szűzeket Júda városaiban. Téríts meg minket, Uram, és mi megtérünk hozzád. Ó, jítsd meg napjainkat, mint kezdetben.
Jeruzsálem, Jeruzsálem, térj meg!